Elérkezett a pillanat. Igen, itt van. Látjátok ti is. Ez az az alkalom, amire mindenki megemlékezik a világon. Igen, ez az a nap, amiért mindenki csontvázakkal, pókokkal és hasonló félelmetes tuccal díszíti ki magát és a házát. Igen, ez a halottak napja, meg a mindenszentek, az üdvözölt lelkek emléknapja. De ez még nem minden. Mátyás király 1482-ben hadat üzent harmadik Frigyes osztrák hercegnek, és a magyar katonák megindultak Ausztriába. El is foglalták Hainburg várát, és szép fokozatosan október 31-én elérték Pécs városába. Innen ered a Halloween kifejezés. Elnézést. Ezeket a napokat fogunk megünnepelni most mi is. Úgyhogy kezdődjék az intro. Igen, ez lesz az intro addig, ameddig nem tudok jobbat kitalálni. Tudom, semmi értelme. De éppen ez a lényeg. Hát ezek szerint valami félelmeteset kéne most mutatni. Ha már maga a teremtő is így óhatja. De mi legyen az? Tudok is egyet, a múltkor néztem egy kis Call of Duty-t, és a reakcióm körülbelül ilyen volt. Egy kis Call of Duty, na hát... jó kis emlékek így előtörnek. És de borsós az ára. Mi? Jézusom, az összes mennyibe került, te jó ég! Hát ez félelmetes. Akarom mondani, nézzünk valami félelmetes játékot. És tudom is, hogy mivel fogunk játszani. Wolfenstein. De hogy egy kicsit komolyabb legyen, letöltök valami modot hozzá. Ez az úgynevezett Real RTCV mod, amelyet már említettem, és ez HD felbontással, új cuccokkal és újdonságokkal kecsegtet. De ez még mindig nem minden. Ahhoz, hogy elérjük a félelmetes hangulatot, letöltök egy modot is hozzá. Igen, jól hallották. Mod a modban. Hagyjuk ezt a VS teleshoppos témát. Letöltöttem ezt a Devil's Manor 2 Edge of Darkness-t, ez állítólag félelmetes, úgyhogy nézzük meg. Majdnem meghalok, hát olyan hangos. Hát normális az ilyen. Én értem, hogy legyen ijesztő egy játék, de ne így. Most ez olyan, mintha én a videóim között ilyen hangos átmenetet használnék. Képzeljétek csak el. Sziasztok, itt vagyunk XY videóban, és hogyha szeretnéd megnézni, akkor kattints ide. Sziasztok! Itt vagyunk a következő videómnál, amiben éppen arról fogunk beszélni, hogy... Kezdjük is el a játékot, természetesen realista módon, mert hát legyen már életű, nem? Na, hát rögtön az elején kapunk is egy ilyen kis bevezetőt, és hát nagyon sejtelmes, félelmetes. És hallom, oroszokkal lesz dolgunk, ez mindig jó jel. És egyre hangosabb a zene is. És a zene miért hangosabb, mint a főhősünk? Komolyan, ezt nem értem. De ha azt mondjátok, hogy ez nem is volt annyira vészes, akkor ezt nézzétek. Szóval mi ugye itt állunk a kapuban, és halljuk, ahogy bent a házban valami zajlik. Hallgassátok! Hogy lehet az, hogy a főhősünket kevésbé halljuk, mint azt, ami bent folyik vagy történik a házban. Fú, ezekre az egyértelmű hülyeségekre annyira be tudok pipulni, ehhez nem kell mestertudás, ehhez nem kell audiotechnikus. Sosem játszott a készítő ezzel a játékkal? Ki sem próbálta? Nem tesztelte? Vagy mi van? Elnézést. Folytassuk is a játékot. Na, miután megnyugodtam, az első szembetűnő hiba, hogy hát igazából nem látok úgy semmit, mert olyan sötét van. Én értem, hogy ez ijesztő, de nem, ez nem ijesztő. Menjünk kicsit be, és mi van ezzel az ajtóval? Te jó ég, hát láttátok ezt? Hát megváltozik. Ez félelmetes, te jó ég. Nagyon ijesztő ez a hely. Egy hosszú folyosó, Jézusom. Jézus, mi az ott? De megijedtem, azt a rohadt... Na jó, ez rohadtul nem félelmetes. Na jó, én azt mondom, hogy menjünk inkább tovább. Nézzük meg, hogy mi van erre. Leszámítva a sötétséget. Remélem, hogy egyébként majd fogok kapni valamilyen lámpát, vagy valamit. Na, az most mi volt ott? Na, az most mi? Az egy ellenség! De hát nincs is semmim! Hogy küzdjek meg ellene? Hát még egy nyomvat késem sincsen. Nézzünk körül. Nincs itt semmi, csak székek. Na jó, te akartad, gyere ide! Hát ez nagyon meghatotta. Én értem, hogy életű a játék, de azért... Na. Nem tudom, hogy mennyire lehet látni, de itt folyamatosan próbálom dobálni a székekkel. Na, ez az utolsó szék. Na. Ez az! Belehalt! Ezt neked, te, germán zombi!
Jaj, ne! Ott van még egy, te jó... Ez megijedt? Vagy... Tudom, úgy van, fejjel is. Na jó, én inkább azt mondom, hogy hagyjuk itt ezt és menjünk tovább. Ne, itt van még egy! Hát ezt nem hiszem el. Ja, hogy itt volt egy gépfegyver végig. 29 töltényjel. Ezzel tudjátok, hogy mennyit érek? Ennyit. Egy zombi. Egy zombit tudtam vele kinyírni. És így már a széket se tudom felvenni, mert a fegyvert nem lehet elrakni. Ezt a csalást! De tudjátok, hogy mi volt a baj? Hát az, hogy nem jó irányba jöttem? Igen. Mennél egyenesen? Nem. Nem itt kell menni. Szépen le kell fordulni balra. És itt van egy kés és egy kis pisztoly, amivel egyébként kitörölhetem a sajhajomat, de nem baj, legalább kaptunk valamit. Na, most már egy kicsit jobban állok, van töltényem, fegyverem, ráadásul ezt a kulcsot is megtaláltam, amivel ezt az ajtót nyithatjuk ki. Érdekes hely. Hát aki vallásos, az most ne nagyon nézzen ide. És a következő kulcs nem fogjátok kitalálni, itt van az asztalon. Látjátok? Jó, mert én nem. A vértől szinte alig lehet látni. Zseniális. Majd amikor kimegyünk innen, mit látnak szemeim? Mi fogad minket? Még több germán zombi hatalmas túlerővel, hát nézzétek már meg ezt! Bocsi, ez egy kicsit freddítésen hangzott. Bocs. Nem fogok veletek foglalkozni, hát nincs is elég töltényem ehhez. Inkább átfutok rajtatok, ez így sokkal értelmesebb. Na, és itt az első pálya vége! Végre! A kedvencem, ahogy a töltés közben láthatjuk a főhősünk gondolatait. Jaj, ezt nem hiszem el! Mi történt itt, és miféle lények ezek? Az lehetséges, hogy mind halottak? Istenem! Muszáj tovább keresgélnem. Fú, testvérem, ez nem a legjobb ötlet a részedről, na mindegy. A következő pályán lemegyünk az alaksorba, és egy kriptában találjuk magunkat. Legalábbis gondolom én, mert rengeteg sírkő és 5000 ellenfél található itt. És itt már elfutni sem tudunk mellettük, ugyanis a tovább vezető ajtó addig zárva van, amíg meg nem öltük az összes zombit. Nagyon jó. Kezdődhet az eszetlen öldöklés. De... Várjunk csak. Ez a micsoda? Halljátok? Gregorián muzsika? Mi ez? Miért? Miért? Ez nem igazán illik ide. Na mindegy. Oké, akkor legyünk gyorsan túl ezen az egészen, mert már kezdem nagyon unni. Na, szétlőttem az összeset. És végre, végre kinyílt a kapu. És... Jézusom, mi ez? Mi a... Ez meg mégis mi a szar volt? Következő játék. Amnézia. A 2010-es évek elején az Amnézia nem kismiska játék voltám, valósággal elkápráztatott bennünket annó. Ez a játék volt az, ami híresített meg annyi YouTube-ost a Cry of Fear-rel az élen, mint például PewDiePie. És még a mai napig is játsszák és készülnek belőle a jobbnál jobb videó. Jó. És magyar viszonylatban is viszonylag sokan játszottak vele. Kipróbálom az amnéziát, mert sokan mondtátok, és veszem a pofámat. Ráadásul éjszakai módban, hogy jobban félelmetek legyen. Minusz 6 FPS, ez egyszerűen legendás. Júj, de meg... Ez volt az a játék, ahol nem csak a játékos idegállapotán múlt, hogy tovább tudjuk-e vinni az egészet, hanem ügyelni kellett a játékbeli karakterünk épelmélyűségére is. Úristen, micsoda szavak. Bevallom, én nem sokat játszottam ezzel a játékkal, szóval most éppen itt az ideje. Úgyhogy csináltam is egy profilt, és indítottam egy új játékot normál fokozaton, tanulva az előző hibámból. Az elég zavaros bevezetőből megtudjuk, hogy valamilyen furcsa lény, vagy árnyék, vagy árny követ minket, amit meg kell állítani a hírusunknak, akit Daninak hívnak. Bár ha más szempontból nézzük az egészet, akkor olyan, mintha néhány palack villányi Cabernet Sauvignon után próbálnánk megtalálni, hogy ki volt az, aki ellopta tőlünk a pénztárcánkat. És még a boros poharat is eltörtük, na jó, nem leszünk így jóban. Na de a bevezető után megkapjuk az irányítást, itt fekszünk a földön, jó másnaposan, és hát valahogy föl kecmergünk, és mi ez a borzasztó motion blur, vagy nem is tudom mi ez, fúj, de nagyon rossz.
menjünk ide be, de jaj, nagyon-nagyon rossz, úristen, muszáj kikapcsolom, ne haragudjatok. Na, valamivel azért most már jobb. Jaj, de miért van még mindig a kamera oldalasan? Elfeküdtük a nyakunkat, vagy mi van? No, de a feladatunk a következő, mégpedig követnünk kell a porcseppeket, amiket hát hagytunk valószínű előző éjszaka, úgyhogy kövessük is a borfoszlányokat, és elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol meg kell említenem, hogy a karakterünk nincsen éppen a helyzet magaslatán, ugyanis főhősünknek minden kis rezzenéstől megfagy a vér az ereiben. Majd összecsuklik, összerándul, összeguborodik, elesik, halucinál, megtorpan, hanyat vágódik, beröttyen, és mit mondjak még? Szóval ja, így kéne végigmennünk az egész játékon, és ez igazán nem könnyíti meg a játékos dolgát. És ez azért zavaró, mert amikor mentem tovább, volt egy pont, amikor lépkedéseket hallottam, és néztem volna körül, erre a karakterünk összeesik. Most ez komoly? Mármint most mi van akkor, hogyha éppen jön valaki egy alabárdal és fel akarna minket koncolni? Nem tudnék elmenekülni, mert éppen itt hempergek a föld. Na de engem se kell sajnálni, mert nekem sincsen több eszem. Éppen a vészinket akartam bekapcsolni, és amikor állítgattam a beállításokat, leállítottam a felvételt. És igen, elfelejtettem visszakapcsolni. Pedig próbálkoztam a játékkal, ember feletti erővel. Nézzétek meg már, milyen messze jutottam. Már van lámpásom, össze kell szednem néhány főzetet, amit ebben a szobában kéne összekutyulnom, és már találtam is egyet. Jó, nem volt túl messze, de mindegy. Úgyhogy ja, egészen sokáig jutottam, egy valamit viszont nem értek. Folyamatosan földrengés van ebben a szobában. És hogy miért? Nem tudom, fogalmam sincs. Igazából azt sem tudom, hogy mi ez a csúnya massza az ajtón. Valószínűleg az egyetlen létjogosultsága, hogy elzárjon bizonyos utakat előlünk. Na de a cuccokat föl lehet venni és lehet forgatni, és itt van a kedvenc könyvem, Flanzenreich. Az a baj, hogy ebben a játékban kivételesen igazán jót szórakoztam a fizikával. Egy csomó percem van, amiben folyton az ablakot dobálgatom különböző tárgyakkal. Aztán rájöttem, hogy miért csináltam. Amikor elindultam megkeresni a főzethez a további komponenseket, szomorúan konstatáltam, hogy nincsen elég olajam, ami szükséges ugye a lámpához. Úgyhogy ez így elég nehéz lesz, főleg, hogy ilyen hangok vannak itt. Szóval vegyük úgy, hogy nem tudok tovább menni, újrakezdeni pedig nem szeretném, így jöjjön a következő játék. Amnézia 2. Na most ez nem sokban különbözik az Amnézia 1-től, úgyhogy inkább nézzük meg az Amnézia 3-ot. Vagyis inkább néznénk, de még mindig nem vagyok hajlandó játszani ezzel a játékkal, ugyanis Trianon. Hogy lehet ilyen nevet adni egy karakternek? Egyszerűen fel... Következő játék. Clive Barker's Jericho. Ezt a játékot már régóta ki akartam próbálni, ugyanis ott csücsült már évek óta a Steam könyvtáramban magányosan, kipróbálatlanul. És ez elég félelmetesnek is tűnik. Úgyhogy nézzük meg. Uha, jól kezdődik. Oké, valaki beszél. De mi ez itt a háttérben? Na most akár hiszitek, akár nem, ez a monológ 2 percig megy végig, közben pedig bebeugrálnak bizonyos ellenfelek a képbe. Nagyon horrorisztikus. A monológ után jön egy egyébként teljesen korrekt intro, amíg ezt nézzük, addig egy kis háttérinfót is mondunk a játékhoz. Tehát a játék 2007-ben készült, Clive Barker közleműködésével. Én nekem végig fogalmam sem volt róla, hogy ez a Clive Barker egy írónak a neve, és nem a játéknak a neve. Igen. Clive egyébként egy angol regényíró és filmrendező, többek között neki köszönhetjük a Hellraiser című horrorfilmet is, amit én, mi meglepő, szintén nem ismerek. Visszatérve a játékhoz, ez itt a Jericho csapat, és azért küldték ide őket, mert... Miért is? Hát ezt most nem tudom, ugyanis nem nagyon derül ki ebből az intróból, úgyhogy csak annyival tudok szolgálni, mint amit látunk. Az pedig az, hogy idővel lemészárolják a csapatot ezek a fura lények. Majd jön a főmenő, ami iszonyatosan ízléses. Várjunk csak. Ez a háttér olyan ismerős nekem valahonnan. Igen, igen. Ez volt az Amnéziában is, ami eltorlaszolta az utat. Ennyi amnézia, azt hittad soha nem fogunk rájönni, igaz? Na de indítsunk is egy játékot, és hát nehézséget itt nem állíthatunk, csak a beállításokban. Ezt mondjuk jó lett volna előre tudni. Itt a töltőképernyőnél szembesülhetünk a régi játékok egyik problémájával, mégpedig, hogy régen a gépek nem töltötték be olyan gyorsan a játékokat, mint manapság, és ezt az időt ki is használták. Itt egy kicsit talán el is túlozták. Már rég betöltött a játék, de a leírás még a negyedénél sem tart. 1 perc 15 másodpercet kéne várnunk ahhoz, hogy el tudjuk olvasni az egészet. 1 perc 15 másodperc! Én pedig elég türelmetlen voltam ahhoz, hogy átnyomjam az egészet. És az a baj, hogy ez egy igen fontos része a játéknak, amit el kéne olvasni, de 1 perc 15 másodperc! Na de miről maradtunk le?
A leírás szerint van egy úgynevezett elsőszülött, akit Isten a saját képmására teremtett, csak úgy, mint ugye a Bibliában, az embert is. Egy kis különbség volt azonban, mivel ezt az entitást jóval több erővel ruházta fel a kelleténél, és ő ezt ki is használta. Ami aggasztónak bizonyult, így Isten száműzte őt az idők végezetéig az alvilágba, vagyis valami The Box, alvilág, nem tudom pontosan, eléggé homályos. Ezek után teremtette meg ugye Isten az embert, és hát Isten látta, hogy az jó. Mikor betöltött a játék, kapunk még egy átvezetőt, amiben... hát... Nyugalom, nyugalom, ez az elsőszülött. Itt a főhősünk az elsőszülöttel sétálgat és beszélget egy ilyen nagy tornádó közepén, és kiderül, hogy ez csak egy álom volt, úristen! Majd egy helikopter fedélzetén találjuk magunkat, és ez itt a Jerikó csapat, amit az első intróban láthattunk, és megint 346 milliárd információ zúdul ránk, szóval megpróbálom elmagyarázni gyorsan, mit tudunk. Szóval egyike vagyunk a Jerikó csapatnak, pontosabban a főnöke, és most megyünk az Alkalidába, ami egy ősi sumér város. Itt található egy doboznak nevezett börtön, ugye ez az, amit nem igazán tudok, hogy most alvilág, vagy most börtön, vagy most mi is ez pontosan. Ide lett az első szülött bezárva. Na most innen már többször ki akar törni, és most is itt a lehetősége, ugyanis Arnold Leechnek és szektájának, a sötét elragadtatás testvériségnek sikerült betörnie ide, és most őt kell megállítanunk. Na most igen, ahogy néhányan érezhetik, a Jerikónak van egy igen komoly háttértörténete, és nem fogok hazudni, talán ez a legerősebb része a játéknak. Na, és akkor végre a sok történetmesélés és hadoválás után meg is kapjuk az irányítást, és itt vagyunk heten. Hát igen, valahol ez az álom, ez nem csak álom volt. Egyébként a csapat minden tagja rendelkezik valamilyen különleges, mondhatni okkultista tulajdonsággal. Nekünk csak egy menő gépfegyver jutott, amelyre fel van szerelve egy shotgun is. Én ezt egyébként nagyon szerettem. És miközben én itt beszélek, addig itt zajlanak az események, és... húha, beomlik a barlang, futás! És quick time event! Hát erre nem számítottam. Tök jó, hogy végre itt is van quick time event. Hogy ezt miért kell erőltetni egy csomó játékban. Szóval haladunk tovább, és itt már megkapjuk a lehetőséget, hogy parancsokat adhassunk ki a csapatunknak. A 7 ember ketté van szedve Omega és Alpha csapatra, így akár külön-külön is adhatunk nekik parancsokat, bár én ezt sohasem használtam. És ajjaj, itt lesznek az első ellenfelek! Hát elég lassan közelednek, mi pedig itt nem igazán tudjuk eldönteni, hogy mit csináljunk. De aztán végül csak megjön az eszünk, és szétlőjük őket, amikor ránk támadnak. Ezek az ellenfelek egyébként elég sok töltényt kibírnak, tekintve, hogy heten lőttük őket. Na, mind a háromnak annyi, és még senki nem halt meg közülünk. Na, ez tök jó, ez meglepő. Na de most jön a mindenki által imádott, váljunk ketté terv. Mert hát ennek mindig jó vége van egy ilyesfajta játékban, nem? Nézzétek meg, ahogy nyilvános öngyilkossági kísérletet követünk el. Stick to the plan. Jones, take Alpha and do some recon. Do not engage without backup. Back here in one hour. Omega, let's go! Úgy van. Mindegy, mi haladunk előre, és az a feladatunk, hogy megtaláljuk az egyik túlélőt, és hát azért itt egyre több ellenféllel találkozunk. Ekkor kezdtem rádöbbenni, hogy az a játék messze nem lesz olyan ijesztő, meg spooky, meg ilyesmi, mint azt elsőre gondoltam. És akkor már egy kicsit korrigálom is magamat, miután azt mondtam az előző Wolfenstein modra, hogy kezdődhet az eszetlen öldöklés. Na ez itt az ékes példája az eszetlen öldöklésre. Mert itt nem csinálsz más, csak mész, jön 60 ellenfél, megölöd őket, mész 10 lépést, és megint jön 60 ellenfél. És ezt ismételgeted újra és újra. Addig, ameddig valami kicsi dolog meg nem változtatja ezt az egészet, mint például most itt van maga az első szülött, vagy legalábbis én szerintem ez ő, és azt akarja, hogy kövessük őt. Hogy miért? Azt nem tudom. Nem is érdekes, mert egy idő után csak úgy eltűnik. Viszont idővel megtaláljuk azt az embert, akit kerestünk, ő pedig elmondja, hogy a kaput a két világ között már rég kinyitották, és most be kéne valahogy zárnunk, különben a világot előzönlik ezek a jóképű sportos lények. Majd kapjuk a hívást, hogy a csapat másik része bajban van. Ki gondolta volna? Tehát elindulunk megmenteni őket, de a csajt itt hagyjuk, aki segíteni tudna nekünk. Miért nem jön velünk? Nem baj, mi elindulunk, és itt bejön egy újabb ellenfél is, aki egy ilyen öngyilkos terrorista. Komolyan. Közel megy az ellenfelekhez, és felrobbantja magát. Még ilyet. Itt találkozunk egyébként a csapat másik részlegével is,
És itt láttam először, hogy a játékban van egy úgynevezett down system. Ez a down system ez azt jelenti, hogy ha elfogy az életed, akkor nem halsz meg rögtön, hanem összeesel, és nem tudsz addig semmit se csinálni, ameddig egy csapattársad nem jön és nem segít fel. Ez ugyanúgy érvényes a csapattársakra is, ha pedig mindenki lekerül a földre, akkor game over. Most, hogy megvan a csapat többi része is, visszaindulunk a csajhoz, és találjátok ki, hogy mi történik vele. Meghal! Ki gondolta volna? Tegye föl a kezét! Aztán idővel megint megjelenik ez a kis gonosz, és azt mondja, hogy csak úgy vethetünk véget ennek az egésznek, ha kiszabadítjuk őt. Ó, persze, hát milyen nagyszerű ötlet. Nem hiszem. De mi ez? Úristen, ez itt Arnold! De csúnya. Elég érdekes pózban fogott meg, vagy nem is tudom mit csinál. Elkapott engem, de nem nagyon látom, hogy a csapatom egyébként bármit is csinálna. Jézusom, meg fog ölni! Ha engem akar, akkor meg miért ölsz meg? Ennek semmi értelme. Most meg leestem, hát ez nagyon jó. És ti meg hol voltatok eddig? Mit csináltatok? TV-t néztetek? Vagy mi? Most pedig próbálnak engem újraéleszteni. Hát nem sok sikerrel. Sőt, szó szerint ott akarnak hagyni. Hát ez nagyon szép. De hát nyilván mindenki tudja, hogy a játékos nem halhat meg csak úgy, ugyanis máskülönben nem lenne értelme a játéknak, legalábbis szerintem. Mégis. Végül tényleg ott hagynak, és átmennek a kapun, én pedig meghalok. Meghaltam. Kész. Ennyi. Na de nem úgy van az ám, hogy csak mi úgy meghaltunk, és akkor most innentől kezdve vége a játéknak, hanem most jön egy tök jó ötlet, mégpedig nem haltunk meg teljesen, hiszen a lelkünk tovább él, és akarva akaratlanul, de átvettük az irányítást az egyik csapattársunk felett. Ergo mi irányítjuk őt, használhatjuk a képességeit és hasonlók. Sőt, mi több? Idővel az összes csapattársunk bőrébe belebújhatunk. Van itt egy mesterlövész, egy pisztolyhős, egy gépágyús, közelharcos, és van még bőven, úgyhogy etéren a sokszínűségre nem lehet panasz. És hát ez nyilván igaz a képességekre is, ugyanis mindenkinek külön-külön képessége van. Most például az volt a feladat, hogy ezt a törmeléket innen így tüntessük el, mert nem tudunk tovább menni. Tessék, mit mondott? Fuck you.